több ezer bevándorló család letartóztatását kezdik meg az Egyesült Államok hatóságai a hétvégén, hogy aztán kitelepíthessék őket. A razziákat a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal, angol rövidítéssel az ICE hajtja végre. Chicagóban aktivisták tüntettek a szervezet és az intézkedések ellen. Azért vagyunk ma itt, mert a Trump adminisztráció ismét fenyegeti a közösségünket. Nem fogunk engedni a kormánynak. Készen állunk arra, hogy megvédjük egymást és a közösséget, mondta egy helyi jogvédő, Moni Ruiz Velasco. Egy másik aktivista arról beszélt, hogyan védekezhetnek az érintettek. Az ICE parancs nélkül nem léphet be a lakásba. Ha van náluk parancs, úgy is be fognak jönni, ezért senki ne nyisson ajtót. A Donald Trump amerikai elnök által már korábban megígért razziákkal szemben Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke is felszólalt. A családok összetartoznak. Amerikában mindenkinek vannak jogai. Ezek az emberek keményen dolgozó tagjai a közösségünknek. Ez a brutális fellépés megfélemlíti a gyerekeket és szétszakítja a családokat. A New York Times értesülései szerint ezúttal kifejezetten olyan embereket állítanak majd elő, akik ellen kitelepítési határozat van érvényben. Donald Trump kampányigéretei között kiemelt helyen szerepelt az illegális migráció megfékezése, és a közelmúltban elkezdte valóra váltani ígéreteit. Májusban egy hónap alatt több bevándorlót tartóztattak fel az Egyesült Államok mexikói határánál, mint az elmúlt 13 évben bármikor.